Nem köpték le a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, ezt állítja az ügy egyik vádlottja, szerinte a helyszínen készült felvételek is ezt bizonyítják. Pásztor Istvánra tavaly májusban rontottak rá tüntetők a Kossuth téren, többen leköpték. A történtek után három embert állítottak bíróság elé, ügyükben délelőtt nem tudtak ítéletet hozni. A sokat látott felvételek. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor István törölgeti a fejét. Tavaly májusban a Kossuth téren köpték le demonstrálók. Az árpádsávos kendőt viselő fehér felsősnőt azóta sem találták meg. Három másik embert állítottak bíróság elé, ők az ügyészség szerint szintén ott voltak az esetnél. Egyikük azt állította a bíróságon, szerinte a felvételek éppen azt bizonyítják, hogy a politikust nem köpték le. Előveszi a papír zsebkendőjét többször, itt megtörli, erről érhette a köpést, de nem érte. Utána idekeni, utána, és függőlegesen áll. Na most, hogyha egy izzadság érje az embernek az arcát, lepróbáltuk, megnedvesítettük egy kis helyen, azonnal elfekszik a zsebkendő. Ahogy előveszi a zsebkendőt, az élére áll állandóan. Mutatjuk még egyszer. A felvételen egyértelműnek tűnik, hogy valaki leköpte a politikust. Tavaly májusban a földtörvény elfogadása ellen tiltakoztak többen a Kossuth téren. Az egyik felszólalás közben a szervező, volt jobbikos képviselő Gaudi Nagy Tamás lépett a mikrofonhoz. Van egy rendkívüli díszvendég ennek a térnek, most ott megy mobiltelefonjával a kezében. Délvidék egyik kiemelt árulója, Pásztor István. Ezután köpték le a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A demonstrációt szervező politikus is a vádlottak között van, felbújtóként áll a bíróság előtt. Korábban azt mondta híradónknak, nem érzi magát felelősnek. Az ügyben délelőtt tartották az ötödik tárgyalást, de a bíróság nem tudott határozatot hozni. Az egyik vádlott a tárgyaláson mondott fel az ügyvédjének. Kérem lecserélni a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak a ügyvédjét, mert nem úgy képvisel, ahogy kellett volna. Eddig még nem beszéltem meg velem, ugye? Nem állt ő, nem beszélgetett velem. Ilyen esetekben új ügyvéd folytatja a vádlott védelmét, mivel neki fel kell készülnie, a tárgyalás leghamarabb szeptemberben folytatódhat.